harmadik gyertyalángja is fellobbant hétfőn reggel az ezredéves iskolában. A NATO erőket integráló elem magyar és külföldi katonái pedig meglepetéssel érkeztek. 476 ezer forint összegű pénzadományt utaltak az intézmény alapítványának számlájára. 5 éve alakult NATO parancsnokság Fehérváron, 12 országból szolgálnak katonák ebben a nemzetközi szervezetben, de nem csak szolgálnak, hanem ahol tudnak, segítenek is. Azt gondoltuk, hogy a karácsony egy megfelelő alkalom arra, hogy itt Székesfehérváron települt szervezetként része a helyi társadalomnak tudjunk segíteni, ha megtehetjük a rászorulóknak, és úgy választottuk ki több intézmény közül ezt az intézményt, és egyfajta aukción gyűjtöttük össze azt az összeget, amit átadtunk az iskola képviselőinek. Itt különböző katonai relikviákat, használati tárgyakat a különböző országokból árvereztünk el egymás között, így sikerült összegyűjteni ezt az összeget. Az iskola vezetője azt mondja, az adomány mindig jól jön, karácsonykor sokan gondolnak az itt nevelkedő gyermekekre, a most átadott összeget a szórakoztatásukra, kikapcsolódásukra fordítják majd. Szerencsénk volt, és az elmúlt időszakban többször is kaptunk a karácsony a szeretet jegyében. Igyekszünk olyan programokra fordítani ezt a pénzadományt, amit az intézményünk alapítványa kapott, amiből minden kis gyerek, kicsi is, nagy is tud részesülni. Táborozásokat, múzeumlátogatás, kiállítás, és kifejezetten gyerekeknek szóló program. Programokat fogunk szervezni belőle. A diákok és nevelőik énekkel, mosolyjal és csillogó szemekkel köszönték meg a katonák jótékony segítségét.